Megrázóhírek hírek érkeztek szerkesztőségünkbe. Lerajzolták Barta Dénest. Kapcsoljuk riporterünket, Kis Noémit. Jó estét, kedves nézőink! Köszöntjük stúdiónkban Gőbölös Katát. Jó estét! Aki professzor dr. Barta Dénesről készített egy mesteri rajzot. Kata, miért pont a professzort választottad? Úgy gondolom, hogy a professzor egy ilyen karakteres arca van, szinte mindenki felismeri, akár az egyetemen, akár a városban, vagy már szinte az egész országban tudják, hogy a nevét is ismeri. És egy nagyon tekintélyes ember, és úgy gondoltam, hogy ezt az arcot meg kéne örökíteni egy grafikai úton készült rajzon. Hát, döntsék el azt mindenki, hogy mennyire sikerült. És lássuk a rajzot! Lássuk a rajzot! Mindenki vonja le a következtetést. Hát akkor vonja le! Nem tudom, mennyire látszik, tükröződik. Ez egyszerűen tökéletes. Még egy fénykép sem lett volna ennél jó. Kata, és mivel készült ez a mű? Hát többféle grafitceruzával pontosabban. Gondoltam, hogy szénre csinálom, csak az egy kicsit jobban sikerülhetett volna. Jobb is lett volna. Csak a szén kemény munka. És abban nem lehet. Tehát sokat kell abba időzni. Úgy gondoltam, hogy egyszerű grafitterzával megcsinálom, és a lényeget szerintem ki tudtam emelni. Úgyhogy szerintem ez egy kicsit büszke is vagyok volna. Igen, igen, én is ezt látom. Nagyon szépen köszönjük, Kata, hogy eljöttél a műsorunkba. Én köszönöm a megtiszteltetést. Viszont látásra nézőink! Jótékony megmozdulás! A jó szívű kukacseka oktató Kálmán Kristóf eljött hozzánk a Keletiből, és elhatározta, hogy segít a védtelen, naiv lányoknak, és beavatja őket az önvédelem rejtelmeibe. Az edzés a keresztény lányiskolában kapott helyet. A lányok készséggel követték a mester parancsait. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Elvileg, ahol hallottam, mert nem emlékszek igazán, de azt mondják, hogy 15 percet kellett volna tartani. Hát mondjuk a látvány láttam, hogy leblokkolt, meg úgy eleinte féltem, hogy kicsit túl erotikus lesz, és innentől kezdve el kell hagynunk a tornatermet, de végül úgy látszott, hogy tanárnőnek is tetszett, úgyhogy... meg mi is sokat mellettünk az elején. Jaj, lehet, hogy pont. Kérdés, hogy kinek a telefonszámát akartad? Benyúlni, hogy talán jól vagy a... Azt már megkaptam. Hát, már megvan. De úgy láttam, hogy a csajok is jól érezték magukat, mi is nevettünk rajta sokat. Annak ellenére, hogy nem töltöttek ki a 15 percet, értékelhető a feladat. Úgyhogy egy kegyelmet kellett, csak azért, hogy nekem egy port feladatot kiosztani, mert már nincs idő. Újra visszanyelhetem. Vizsgáig, ezért a feladat teljesítettet. És mi is elfogadni, legalábbis én is elfogadom.
Jó szerencsét, kedves nézőink! Ma este Kálmán Kristóf Ukacsak edző látogatott el hozzánk, és elmondja, hogy mit is fogsz elmondani? Azt, hogy az önvédelem az fontos és jó dolog a lányoknak. És ez miről szól? Vagy tartottál valamit? Ez az valami? Önvédelemről szól, és arról, hogy ez jó dolog, és a lányoknak. Kálmán Kristóf okleveles hukacsoka oktató előadását hallottuk. Kis Noémi, Luke, Szakállatok Hír TV. Most egy kis reklám következik, ne menjenek sehová! És most hallgassunk meg egy vegetáció ismeretlen előadást professzor dr. Barta Dénes. Most, hogy a hallgatók mind kimenekültek a teremből, beszéljünk a rántott gombáról. Szeress pocakot, egyél rántott gombát! Egyél a fele rántott gombát! Adjál inkább sört! Action! A 2013-as Tilnaptár most megvásárolható szinte féláron. Hol? Vámház körút 9. Megválasztották a Szakállatok Baráti Társaság új elnökét. Miután múlt héten a Sárdán-Borozó független államban nőtte ki magát, az újdonsult ország főterén már is megjelent a Szakállatok sikeres elnök választását jelző fehér füst. Rácz András tiszteletére elkészült a baráti társaság zászlaja. Jó szerencsét kívánok, köszöntöm Önöket! Itt állunk a B-épület előtt, melynek helyszínén holnap 12:00 felvonják a Szakállatok baráti társaság zászlaját, melynek készítője Nagy Gabriella és Szabó Éva Noémi. Itt áll mellettem Éva. Éva, milyen érzés volt, hogy ti készíthetétek el ezt a... Hát ez egy nagyon-nagyon megtisztelő feladat volt számunkra, és örülünk, hogy ezt a nemes feladatot megcsinálhatjuk, és egyáltalán az egész létrejöhet. Ez egy szenzáció, hiszen ezt belegondol, végigadni ezt az évek folyamán, és mindenki megcsinálja, és kiteszi, és úgy történnek a tanszékek, hogy az ott a háttérben van fantasztikus lehet. És megtudhatunk esetleg valamit arról, hogyan készítettétek? Hát azért ilyen részleteket nem árulok el, kis nehézséggel ugyan, ugye az engedélyeztetések, de azért úgy simán. De azért sikerült elkészíteni. Készen van, szép lesz, holnap jöjjenek el. Köszönöm Éva a nyilatkozatát, Önöknek pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Budai Kata voltam, Szakállatok Hír TV, sok. Szenzáció! Először a Szakállatok Hír TV-nek sikerült felvételt készítenie a megsemmisíthetetlen indexről. Ja, mégse. Most pedig időjárás jelentésünk következik. A Szakállatok Hír TV-ben Budavári Csillát és Budai Katát hallották. Ivány Szakállatok VT. Jó estét, kedves nézőink! Mielőtt elmondanám a holnapi időjárás előrejelzést, szeretném módosítani a mait, és szeretnék bocsánatot kérni a tegnapiért. Holnap Magyarországon 30 fok lesz. Ebből 5 Budapesten, Szolnokon 3 és Tatabányán 4 fok lesz. A többi pedig a kisebb falvak fognak osztozni. Mivel a héten nagyon erős volt a gyakú vésugárzás, ezért a leégés elkerülése véget növesztenek szállalat. Köszönöm a figyelmet, most pedig folytatjuk a félben hagyott filmet. Thank you.
Jó estét, kedves nézőink! Mielőtt elmondanám a holnapi időjárás jelentést, szeretnék módosítani a... Lerajzolták Barta Bélet. Kapcsoljuk riporterünk. Bá. Mi lenne, ha kimennék hozzá együtt? Ne rázz a hátra! Meg amúgy az ölembe legyen. Jó, legyen te az ölembe legyen. Hát ez nem lehet. Mindjárt elmegyünk haza. Szavazz, Zenó! Halló! Halló! Szilenció! Interjút adottam meg mi a felét. De ha ez benne lesz, akkor...